Ha edzőtábor, akkor Lipót. Akadémiánk együttesei már-már hazajárnak, ha a felkészülés során a pékségéről ismert községbe látogatnak, hiszen az utóbbi években megszokottá vált, hogy itt készülnek az őszi vagy a tavaszi szezon rajtra. Ezúttal sem történik ez másképp, mindössze annyi különbség van az előző alkalmakhoz képest, hogy most teljesen egyedül tölthetik ott a hetet. Az nyilván nagyon jó most, hogy itt csak mi vagyunk. Nincsenek vendégek, hanem csak a két korosztály van a szállodában. Az szerintem egy nagyon jó dolog, hogy egy picit külön vagyunk szeparálva mindenkitől. Fontos dolog az, hogy közel van a szállodához a sportcsarnok és a pályák, tehát hogy nem megy el avval idő, hogy edzésre át buszozni vagy át gyalogolni, hanem tényleg nagyon közel van minden a szálláshoz. Itt van az étterem, wellness részleg, úgyhogy az fontos, hogy egy helyen legyen minden, és ez itt tökéletes Lipóton, ez itt minden adva van ehhez. Igen, mondhatjuk, hogy visszajáró vendégei vagyunk Lipótnak. Igazából minden feltétel adott a jó munkához. A srácok szeretnek ide járni, főleg a fantasztikus konyha miatt. Ők azt élvezik szerintem a legjobban. Megnézitek azt, hogy miből mennyit raktok a tányérra? Hát attól függ, szerintem játékostól függ. Van, aki megnézi, van, aki nem. Nem értem, hogy fér beléjük ennyi kaja, de azért meg is dolgoznak érte, szóval pótolni kell az energiát. Lehet, hogy néha ránézgetnek, de amúgy így nincs külön limit, nincs megszabva, hogy ennyi süti tehet, vagy ennyi rántott hús, szóval nincs igazából. De azért ilyen oda figyeltek? Én figyelek rá egyébként személy szerint, nem tudom, hogy a többiek hogy vannak ezzel, de én igen, amúgy. A tavaszi szezonra való felkészülés ugyan már január 3-án elkezdődött, de a rengeteg pozitív koronavírus tesztnek köszönhetően a csapat fele nem vehetett részt a foglalkozásokon, így a közös munka csak ezen a héten vette valójában kezdetét. Az év elején volt egy ilyen beteg hullám, sajnos, így nem olyan rég tudtuk elkezdeni a felkészülést, szóval most még elég az elején járunk, de próbáljuk behozni a hátrányunkat. Sajnos nem edzettem el sokat, most kezdtem el újra edzeni, de úgy érzem, hogy szerintem jó úton haladok, jó úton kezdtem, és hát így szeretném folytatni, és erősödni még, és továbbfejlődni. Igyekszünk mindenkit egyéni képzésre beosztani, ez nyilván poszt-specifikus képzés is, tehát külön gyakorolnak a szélső játékosok, külön gyakorolnak a belső védők, külön gyakorolnak a támadók. Próbálunk mindenkit beosztani, hisz most van idő. Míg hét közben nem tudunk mindenkit elküldeni egyéni képzésre, itt azért van lehetőség. A kondi és a labdás edzés külön van szedve általában, mondjuk reggel 10-kor van kondi, és akkor 4-5 órás kezdéssel pedig labdás edzés. A szerda délelőttöt adtuk ki nekik pihenésre, idézőjelbe pihenésre, mert akkor egy kicsit a fejüket fárasztjuk. Csapatvideózást tervezünk, illetve egyéni videózásokkal töltjük ki az idejüket, ha már nem kell suliba járniuk most ebben az időszakban. Ha pedig éppen nem edzésen rúgják a labdát, akkor a virtuális térben teszik, de emellett más közös kikapcsolódási lehetőségek is vannak. Fifázni szoktunk sokat, biliárdozni, meg igazából így bandázgatni, szóval egymással ellenni. Házibajnokság ilyenkor? Hát szoktunk csinálni, igen, mondjuk ott nyáron, amikor voltunk, pont volt egy. Hát ott második lettem sajnos, ott a döntőben kikaptam sajnos. De igen, szoktunk ilyen programokat is kitalálni, igen. Egy hét alatt több közös program van egy edzőtáborra szerintem, mint akár egy fél év alatt Pesten. Nyáron elmentünk például kenúzni, fürdeni, az szerintem feldobja az edzőtábor hangulatát. Ha már a felkészülés 5.-6. hetébe tartanánk, akkor biztos, hogy beiktattunk volna valami olyan kis időtöltést a programba, ami egy kicsit más, de mivel szorít minket az idő, igazából február 19-én már bajnokit játszunk, úgyhogy most van mit bepótolni, így csak is a munka tölti ki idézőjelbe az időnket. Aminek az eredménye már a hétvégén megmutatkozhat, hiszen az új taktikai elemeket élesben egy három csapatos torna során már a pályán is viszont láthatják. A videótorna is a dacsal fogunk játszani. Úgy lesz, hogy egy-egy fél idő fogunk játszani, szóval egy meccs lesz, csak két fél idővel bontva. Ez egy ilyen mini torna lesz. Múlt héten játszottunk a harmadik kerület ellen, úgyhogy most egy picit erősebb csapatok érkeznek erre a tornára. Hál' Istennek lesz nemzetközi mérkőzésünk is, azoknak mindig nagyon örülünk. Úgyhogy hál' Istennek most jön a DAC,
Úgyhogy az mindig egy ilyen külön motiváció, a nemzetközi meccsek vannak. Ugye a Fehérvárra már többször játszottunk, jó csapat, taktikus, jó ellenfél, így első edzőmeccsnek, és hát ugye nekünk ez még csak az első hét mondhatni a felkészülésben, mert nagyon sok sérült meg covidos volt, szóval szerintem ez egy ilyen jó kis ráhangolódás a bajnokikra, meg a következő edzőmeccsekre majd.